Először is nagyon köszönöm a meghívást, és akkor egy valamást akarom kezdeni, hogy én úgy lettem szociális, mikor fiatal gyerekként gondolkoztam azon, hogy mégis mi lehet történni az életemet, hogy mindenképp emberekkel akartam foglalkozni, az emberek borzalmasan érdekeltek, de hát nem volt benne elég művészi tehetség ahhoz, hogy az emberekben és az emberek között kibontakozó, megszülető, nemzedékről nemzedékre újra meg újra megismétlődő drámai helyzeteket érzékeltessen. Nem voltam és nem lettem drámaíró, jó lehet. Vénységemre próbáltam írni egy kis darabot, Lőrinc Károly királyról, amit be is mutattak egy kis budapesti színházba, de azért ezzel együtt, mint szociálpszichológus, inkább megmaradtam, és valószínűleg meg is maradok. A bennünk lévő helyzeteknek a leírásával, leírásánál, rekonstrukciójánál, és amire vállalkozom, az nem több, mint hogy egyfajta önismereti eszközként forgassam a szociálpszichológiai eszköztárat. És most egy olyan témáról beszélek, amely talán a legdrámaibb az összes szociálpszichológiai téma közül, ez a kapcsolatoknak a tere, és el fogunk jutni a játszmát, el fogunk jutni a hatalmi viszonyokhoz, de mielőtt még ugye a suszpoimit lelőném, azért valami a maga az előzményeket feltétlenül felszeretném jelenteni, és ki akarám bontani azt a mindenki számára ismerős teret, amelyet az életnek az a szegmense jelent, ahol az én és a másik van egymásra utalva. Sokszor egymás ellen, éjjanászként, ahogy Adi Endre írja, ahol meg hát a legteljesebb boldogságban és kékesősödtságban. A filozófiában ez nagyon régóta. Nagyon régóta egy szembetűnő probléma volt, és különös módon nem csak az emberek tekintetében. Ma van egy, épp az AIS-nek az egyik filozófiai kiinduló pontja, hogy az a megkülönböztetés, hogy van társadalomtudomány és van természettudomány, az lényegében véve már tudománytörténeti adalék. Igyekszünk egy olyan szemléletet érvényesíteni, amelyben a világot megpróbáljuk a maga egészében. Isten által teremtett egészében szemlélni, és ott nincs különbség ezen a szinten élők és holtak között, mert ami van és örök, az a mozgás. Empedoklész, aki egyik olyan filozófus volt, aki akkor kezdte el a munkáját, amikor még messze nem volt se Platón, se Szokrátész, se Arisztotelész, tehát a preszokratikus filozófusoknak volt az egyike. Ő fogalmazta meg azt a fantasztikus alapelvet, amely érzésem szerint mind a mai napig és feltétlenül a jövőben is meghatározza nem csak az emberek egymás közti viszonyát, hanem általában véve a világ szerveződésének a rendjét. És ő azt mondja, hogy kettős a halandók keletkezése, kettős a távozásuk, az előbbit ugyanis mindenek egyesülése szüli és pusztítja el, az utóbbi pedig minden azok ismét széttenyésznek, abból táplálkozik is lelkészét. És ezek a dolgok sohasem szűnnek meg, folytonosan váltakozni. Olykor a szeretet révén egyénül össze az összes, olykor pedig külön hagyja őket a viszály gyűlölködésére. A szeretetnek és a viszálynak. Ez a tulajdonképpen egymást kiegészítő, de egymás ellen feszülő erőtere, ebben élünk valamennyien, akár akarjuk, akár nem, akár tetszik nekünk, akár nem. És lényegében véve erről akarnék beszélni, erről a fantasztikus térről, amelynek mi a főszereplői vagyunk, hiszen mi vagyunk azok, akik szeretünk, mi vagyunk, akik szerencsés esetben bennünket szeretnek, és kevésbé szerencsés esetben mi vagyunk, akik gyűlölünk, és mi vagyunk, akiket gyűlölnek. De nem tudjuk megspórolni ezeket az érzelmi csapásokat. És akkor voltaképpen az a tér, amelyben a szeretet és a gyűlölet működik, a viszály és a szeretet emberek között működik, az a mi viszonyunk, a modern viszonyok között, és ez egy út, egy történeti út, amit végülis elértünk ide, az három sajátossággal rendelkezik szerintem. Az első, persze csupa olyan dolgot fogok mondani, és a szociális szövetség bizonyos szempontból az átka, más szempontból az áldása, hogy ez nem olyan, mint amikor az ember elmagyarázza a vízelvészerelést, és az ember behajtja az embereket, hogy kell megcsinálni a víztartályt. Mert tulajdonképpen itt olyan dolgokat mondok, amiket mindenki ismer. Tehát ilyen szempontból sok újdonságot nem tudok mondani, de a rendszer az új lesz. Tehát nyilván nem új, mikor azt mondom, hogy a modern személyközi kapcsolat az, annak az alapja a rokonszenvedés, az ellenszenvedés, a szelektivitás. Tehát, amikor egymásra nézünk,
akkor óvatatlanul valakit rokonszenvesnek ítélünk, és valaki kevésbé. Persze az első benyomás az félrevezető. Nagyon sok házasság ment már tönkre, többek között az enyém is, azon, hogy túlságosan hittem az első benyomás csalóka látszatainak. Tehát mélyebb megismerésre van szükség. De ezzel együtt is az, hogy kiválasztjuk azt, akit szeretünk, az nem változik. De a probléma persze sokszor abban van, hogy mi hiába választjuk ki a másikat, hogy a másik nem választ ki bennünket. Tehát azok a kapcsolatok indulhatnak el az életben, sikernek bizonyos valószínűségével, ahol ez kölcsönös. Tehát a szelektivitásnak kölcsönösnek kell lenni. Kölcsönösen kell szeretni és szeretve lenni. Ez a másik alapelv. És a harmadik, a kettőnek voltaképpen egy függvénye, és ez egy teljesen speciális, csak az ember számára megadatott élmény, hiszen hiszen állatok is élnek kapcsolatokban, ha mondjuk más szempontok alapján is választják a társaikat. De az ember számára az idő az maga az emberi lét. Azért az emberi lét, mert az idő az, ami ugye nekünk mértéket szab az életben. Mi vagyunk az egyetlen lénye ennek a teremtett világnak, akik úgy élnek, hogy tudják, hogy nem fognak élni. Egyszer meghalnak. És ez a halálnak ez a fajta tudata, ez a fajta örökös közelsége, amelyet persze nagyon távol tartunk szubjektíven, ez ad nekünk egy mozgást az életünkben, és ezt a mozgást a nyelvünk tudja megfogalmazhatóvá tenni. Ha nem lenne nyelvünk, ha nem lenne benne létige, ha nem lenne az a szó, hogy volt, és az van, és az a lesz, akkor nyilvánvalóan ez a sajátos közelség és távolsága halálnak az egyáltalán nem jelenteni azt a fajta drámai feszültséget, amit egyébként jelent a valóságban. És az érdekes az, hogy a kapcsolatban, a kölcsönösségnek és a szelektivitásnak a burkával ez az idő, ez mintha eltűnne. Ez lényegében úgy lehet, ezt nyilván mindenki érzi, aki már valahol boldog volt és boldog lesz, az fogja érezni azt, hogy akkor, amikor tart a boldogság, amikor működik a kapcsolat, amikor ott a szeretet a maga érzékiségében, vagy a maga lelkiségében, vagy a maga tartalmasságában, akkor mintha nem lenne idő. Akkor az egész dolog, mintha csak egy pillanat volna. És akkor derül ki, hogy ez milyen értékes idő volt, és milyen hosszú idő volt, amikor elmúlt. Mert elmúlik sajnos. Ez is beletartozik a játékba. Különböző okok miatt múlik el. És a visszaemlékezésben viszont ez a boldog pillanat, ez egy végtelen hosszú időnek tűnik. Tehát ezzel lehet lecsekkolni. Voltak éppen, hogy boldogok voltunk-e vagy sem, amikor visszaemlékszünk az időnkre. Fordítva viszont, ha viszont boldogtalanok vagyunk, és erre is van azért példa, akkor viszont, most remélem nem ez a helyzet, amikor unatkozunk például, akkor nagyon hosszúnak tűnik az idő. Akkor ki elviseltetlen. Átérték már azt, amikor valamilyen megunt partnerrel elmentek valahova, és nem akart az Istennek se véget érni a dolog. Borzasztó hosszúnak tűnik, de az áldás az, hogy visszaemlékezve viszont ez nagyon rövidnek tűnik. Tehát az időnek van egy ilyen sajátos játéka, és ez az, amit az interpersonális tér, a személyek egymás közti drámai tere létrehoz. A költészet tudja ezt igazán csodálatosan rekonstruálni, ez egy hosszabb idézet volt, de csak egy rövid részt vettem ki, hogy a Shakespeare-nek vannak ezek a szonettjei, amik hát tulajdonképpen ezerszer jobbak, mint bármelyik szociális értekezés a kapcsolatokról. És ő írja ebben a szonetben, hogy nem öreged szememben, szép barátom, amilyenek először láttalak, ma is, hogy szépek, tehát nincs idő, megszűnt az idő dolog. Majd amikor a szonetből tudjuk, hogy amikor szétkaptan a barátság, vége a barátságnak, akkor persze egyszer csak megjelenik az idő, és egy fájdalmas emlék maradt belőle mindössze. Tehát ezen tudjuk lemérni a saját kapcsolatunkat, mondom, az idő minőség, az idő megélésének minőségével. És ahhoz, hogy eljussunk oda, amit mondtam, hogy kölcsönös, hogy szelektív, és az időélménynek az átalakulása, ahhoz persze egy nagyon nagy történeti út vezetett. És ez a történeti út, ez mondjuk az emberre gyorsult fel, de az ember előtt, utaltam nagyon röviden, van egy kiváló kutatója az intézetünknek, szakmai őrs, akik remélem, hogy itt fognak üdvözölni egy előadóként. Ő el tudja mondani, hogy az ember előtt is, az evolúciónak a során voltak éppen már megjelentek a kapcsolati minták, de igazán ezek a kapcsolati minták az emberekben tudják kiváltani az igazi sorsfordító és sorsformáló
energiájukat. Tehát amikor, amikor elkezdődött az emberi lét, nem volt nagyobb a csoport, mint ahogy most itt ülünk ebben a kocsmában. Persze nem kocsmában ültek az emberek, valahol szavarával kóboroltak, és nem kőszegieknek hívták őket, hanem bandáknak. Ezek a bandák, vagy hordák, ezeket azt tartotta össze, hogy ne pusztuljanak el, hogy állandóan figyelni kellett egymásra. Ennek következtében nem lehetett túl nagy a méret, mert állandóan mozogtak is ráadásul. És ez egy közösségi társadalom volt, amelyet a vérségi kapcsolatok tartottak össze. Szó sem volt válogatásról, szó sem volt házasság közvetítésről, hanem egyetlen nyers parancs volt a túlélés. Aztán ez alakult, differenciálódott, ugye a hordákból törzsek lettek, törzsekből törzszövetségek, de ezzel együtt is megmaradt az alapelv, az etnikai leszármazásnak az alapelve, megmaradt a korlátozás, megmaradt a külső kényszer. És az egy nagy forradalom volt az emberi kapcsolatok történetében, és ennek a forradalomnak vagyunk mi tulajdonképpen a gyümölcsei, mint individuumok, amikor leszakadt a vérségi kapcsolatról az ember, individuumá vált, egy választó szabad egyéni vált, és ez fokozatosan ment végbe. Legelőször valószínűleg a görög poliszoknál. Biztos tudják az Oedipusznak ezt a borzalmas történetét, megrendítő történetét, amiben minden dráma, ami megesett egy családon belül előfordul, ugye megöli az apját, szerencsétlen Oedipusz, de nem elég, hogy az apját öli meg, hanem utána még a saját anyját feleségül veszi, és akkor még gyerekeket is nemz, és mikor ez kiderül, akkor ugye megvakítja magát, mert nem bírja elviselni ezt a borzalmas bűnt, amit egyébként ártatlanul követett el, tehát az egészben ez a csodálat, és hogy ártatlanul bűnös, és milyen ártatlan bűnösök vagyunk mi valamennyien, mert egy elfolytott kollektív tudattalamunkban benne van ez az Oedipus történet, hogy benne van Oreszész történet, és benne van az egész mitológia. A nyugati ember ilyen értelembe véve a sírja ezeknek a mitológiai tragédiáknak, de azért értjük ezeket a tragédiát, és azért menjünk el újra meg újra mazonistaként a színházba, és megnézni és átborzongani ezeken a történeteken, mert valahol ez a mi történetünk. Csak szerencsére mi nem éljük ezt ki, mi csak katartikus módon megszabadulunk ezekkel a feszültségektől. Úgy, hogy ez majd egyébként zseniálisan leírta maga pszichológiájának. És ebben a leválásban a közösségről, ebben a vérfertőzésnek a tabujában, ebben született meg az a szabad választó individuum, aki aztán különböző korokban egyre nagyobb és nagyobb számban jelent meg a társadalomban. Mert nyilvánvalóan a poliszban ez pár embernek volt csak a sajátja, és még mindig vannak a világnak olyan civilizációi, ahol szó sincs individuális kapcsolatról, szó sincs választásról. Indiában még pár éve is, lényegében véve, hogyha meghalt a férje, akkor a feleségnek kötelessége volt rálépni a mágyára és elégetetni magát. És szó sem volt tehát arról, hogy életet kezdhetett volna valahol. Tehát ilyen értelemben véve, amikor megszületett a szabad individuum, akkor megszületett a választás, a társválasztás, és megszületett a szépség, mint eszme. Platón nem véletlenül írta le először a szépséget, mint egy olyan típusú konstrukciót, amely minden más értékhez képest azzal a sajátossággal rendelkezik, hogy egyszerre érzéki is, és egyszerre eszmei is. Mert ugye az igazság az, hogy azt nem látod. A haszon azt nem látod. Az üdvözülést azt pláne nem látod. Tehát az értékek által nem látod. Attól még persze nagyon erősek és vonzóak számunkra. A szépség az egy kivétel dolog. Azt látjuk is, de voltaképpen amikor látunk egy arcot, vagy látunk egy testet, és szépnek tartjuk, akkor a szépséget is látjuk. Az arc és a test az volt, hogy közvetíti érzékileg az eszmeit. Ez a fantasztikus dolog, és ez az, ami cementként köt aztán egymáshoz bennünket, már akik egymás szépnek tartjuk. És nyilván, hogy emögött nem csak egy ilyen platonikus eszmei vonzalom van, hanem hát van mögötte erotika, van mögötte testi szükséglet. És tulajdonképpen az ókorban kidolgozott szépség alapú öröm, partalan és korlátlan örömkeresésre épült rá a kereszténység, amely hát legalábbis kezdetben a középkorban nem igazán kedvezett a jelenségeknek, amikről beszélek. Ugye nem egy szerelem által vezérelt társadalom volt, hanem egy negatívan egyetem, az ember negatívan vált egyetemessé a bűnben, az eredendő bűnben, a mennynek és a pokolnak kettőségében. Univerzális lett az ember, tehát a kereszténység egy fantasztikus teljesítménye, hogy kiterjesztette a zsidó kiválasztottságot az összes emberre. De ugyanakkor azon az áron, hogy, hogy,
hogy elfolytásra ítélte a szexualitást és az agresszivitást. Ebből természetesen az hatalmas teljesítmény keletkezett, hatalmas teljesítmények keletkeztek, elindult egy kulturális fejlődés, ráépültek mindenfajta idealizációk, de lényegében véve ez nem tette lehetővé azt a fajta eredeti individuális társválasztás, szépségvezérel kapcsolatot, amit azután a modernitás lényegében visszahozott. Helyette, mondom, konfliktus teremtett a látszat és a valóság között, és mindenfajta projekciós célpontok keletkeztek éppen az elfogyott tartalmaknak a levezetésére. Ilyen volt a nő, ilyen a zsidó, ilyen az idegen. Ezek nagy hatású és jól működő csatornák voltak, de hát sajnos az árat meg kellett fizetni a koszorkányoknak, meg kellett fizetni a zsidóknak, meg kellett fizetni a mindenkinek, akit exkommunikáltak a közösségből. A későbbi korokban, főleg a középkor elmúlt a reneszánszban, akkor visszatért az ókor. Nem csak épületekben, nem csak a földből kibányászott vagy megtalált szobrok képében, hanem a lelki formák tekintetében is visszatért. És az a konfliktus, ami annak idején ugye megszűnte az egyént, a kollektív és a individuálisnak a ütközésében, egy oldottabb változatban megerősítette az egyén jogát a választásra, biztos emlékeznek a római súlyához. Valamikor ezt az előadást úgy szoktam kezdeni, hogy a római súlyából kivetítem azt a pár pillanatot, pár percet, amikor a bálon találkozik Rómaó és Júliának a tekintete. És ugye a szem az egy borzasztó fontos eszköz abban, hogy végülis ez a szelektivitás, ez a választás ez megtörténjen. És egy fantasztikus az epireli filmben, ahogy keresik egymást, és végül megtalálnak, és megállapodnak egymás tekintetében. De tudjuk, hogy Rómaó és Júlia az tragikus véget ért, mert nem sikerült a kapcsolat. Lehet, hogy mi szerencsések vagyunk, mert abban az esetben, ha mondjuk sikerült volna a kapcsolat, és Róma és Júlia tehát házasságot kötöttek volna, lett volna három gyerekük, Rómaó az elment volna állandóan vadászni, meg inni, a Júlia meghízott volna, lett volna három gyerekük, a végén Shakespeare nem tudott volna belőle egy négykézláb darabot csinálni. Tehát ilyen értelemben ez a tragikus vég, ez figyelemfelkeltő, és arra jó, hogy figyelmeztessen arra, hogy mit jelentett az, hogy leválni ugye a Montaguról meg a Capuleáról, tehát a közösségről leválni. Mert pont az a dolog lényege, hogy ők, mint Róma és Júlia találkoztak, és ahhoz, hogy találkoztassanak, ahhoz, hogy megszeressék egymást, meg kell tagadni a saját kollektív hovatartozásukat. Tehát ilyen szempontból ez egy örök üzenettel rendelkező darab. És felmutatja azt, ami a reneszánsz óta mind a mai napig a mi kultúránkban egy vezető érték, hogy a személyközi világ, tehát az a drámai téremben kezdtem, a viszálynak és a szeretetnek ez a tere, ez egy speciálisan fontos érték, mert ebben vagyunk mi személyesen jelen. Tehát ez az az életvilága, ahol egészen biztos, hogy más helyettünk nem lehet. Vannak a középkorban, nem is a középkor, középkor követően voltak történetek, amikor valaki, aki eltűnt a háborúba, vissza, egy másik ember belebújt a bőrébe és visszajött, és eljátszotta, mint hogyha az lett volna, aki eltűnt, és amikor lelepleződött, akkor identitás lopás miatt kivégezték. Mert ez a borzasztó fontos dolog, mert ebben a helyzetben vagyunk egyedül individuumok. Az összes többi helyzetben fölcserélhetünk vagyunk, vagy Heideggel mondja, akárkik vagyunk. De akkor, amikor együtt vagyunk a barátunkkal, a feleségünkkel, a szeretőnkkel, a gyerekünkkel, akit szeretünk és aki szeret bennünket, akkor mi valakik vagyunk. És a valakivé válásnak az egyetlen egy higgyék el, biztos tere, ez az autentikus tere a személy közé viszont. Én ezért tartom értéknek, és szerintem más is ezért tartja értéknek. Ebben a viszonyban születik meg az intimitás, amiről már mindjárt fogok milyen szokt mondani. És hát persze, mint mindennel, ezzel is lehet visszaérni. Mint mindenből, ebből is lehet kábítószer csinálni. Ebből is lehet függőség, válhat függőség, van társfüggőség, van szexfüggőség, nyilvánvalóan az már az egy kivisz ebből a helyzetből, és egy patológiát jelent. A romantikában, Biedermeierben, ez a reneszánszban visszatért ókori minta,
ez észint végletessé vált, ugye a romantikában, majd a Biedermeierben lehatárolódott is a viktoriánus erkölcsnek egy ilyen sajátos mű szabályrendszere épült rá. Itt Kelet-Európában plusz még ebből lett egy tekintélyűség, ebből most nem megyek bele, ez egy hosszabb kitekintést igényel. A modernitás van viszont, ami nagyon fontos, az első világháborúban kezdődött, és ez nem akar véget érni, ilyen értelemben véve, az a szereposztás, amely férfiak és nők között létrejött, és amelynek mentén a forgatókönyvei az interpersonális életnek kialakultak és kifejlődtek, az alapvetően megváltozott. Azért változott meg alapvetően, mert az első világháborúban, amit ugye férfiak hívtak, a nők egyszer csak egy új szerepbe kerültek. Családfenntartóvá váltak. Egy csomó olyan feladatot kellett, hogy ellássak, amit korábban a férfiak láttak el, és amikor a férfiak visszatértek az első világháborúból, akkor egyszer csak egy megváltozott nőt találtak. A női szerep megváltozott, és már nem lehetett visszacsinálni. Szóval, amikor kiegetjük a szellemet a palaszból, akkor azt a szellemet nem tudjuk visszaparancsolni a palaszba. És ebből mind a mai napig tartó hatalmas konfliktusok keletkeztek, mert a férfiak elég kevését tudtak idomulni ehhez a megváltozott női szerephez. Rengeteg probléma keletkezett ebből, aminek egy egészen szélsőséges változata, épp a feleségem, a Mátai Mónika most fejezett be egy könyvet, ami erről a változásról szól itt Magyarországon, biztos hallottak a tiszazugi asszonyokról, akik az első világháborút követően ebben a sajátos vákumban, a szerepvákumban, amit a férfiaknak a visszatérés és az ő emancipációt jelentett, hát meg csak egyetlen módon úgy döntöttek, hogy akkor a férfiakra nincs szükség. És egy ilyen bába által létrehozott úgynevezett orvossággal, ami egyébként arzén volt, hát elkezdték írtani a férfiakat, és kb. 100 esetet derítettek föl végül a csendőrök 1929-ben, és akkor leállították a vizsgálatot, mert valószínűleg több száz volt az áldozatoknak a száma, és ebből egy hatalmas per lett Szolnokon, több halálos ítéletet született, és mind a mai napig azért tiszazugon rajta van ez a sajátos stigma. És különösen férfiak, de óvatosan házasodnak be mind a mai napig. De ezzel együtt ez egy szélsőséges megnyilvánulása annak a szerepváltozásnak, amiről beszélt az első világháborút követően. A nukleáris család, tehát ami a viktoriai családban olyan abszolút érték volt, meg ami ugye a tekintélyű család keretében van, a férfi, aki kifele képviseli a családot, van a nő, aki befele stabilizálja a családot, és van a gyerekek, akik cseperednek az anyának a irányító keze alatt. Ez a nukleáris család legkülönbözőbb okok miatt, mint belső, lelki okok, mint külső társadalmi okok miatt, hát legalábbis megnyugodott. Ugye megnőtt a vállásoknak a száma, megnőtt azoknak a gyerekeknek a száma, akik nem tudták, hogy most melyik családhoz tartoznak, és aztán ez olyan jellegű dolgok, hogy elég, hogyha egy generációban elindul ez a folyamat, a következő generáció tovább viszi. Tehát a forgatókönyvek alapul, a hibás családi, a nem nukleáris családnak megfelelő szerepek, amelyek sokszor deviáns szerepek is voltak, ezek öröklődtek tovább, nem genetikai úton, hanem kulturális úton egyik nemzedékre a másikra. A devianciák épp úgy öröklődtek, mint a mondjuk a jó megoldások. Na lehet jól megoldani a válás utáni életet, de lehet rosszul is megoldani. Mind a kettőnek megvan ilyen értelmevő a kontinuitása. És ami nagyon fontos, hogy megszületett az a fajta magány, amely már nem egy kínzó magány, nem az a fajta magány, amit látunk ilyen képeken, meg hallgatunk, hogy a szomorú vasárnapot ide ismerjük azt a meglehetősen komor dalt, a magára hagyottságot, hanem az a fajta magány, amely a szabad embernek a magánya, aki a partizánnak a magánya, aki hol itt van, hol ott van, hol ezzel van, hol azzal van, és a modern társadalmakban az egyfős háztartásoknak az arányán le lehet mérni, hogy ez egy alternatív éles stílus, amely szembeszállt, amely fölváltja a nukleáris családot, vagy legalábbis harcban van vele, és hát a legújabb technológia
Most éppen szerencsére nem látok senkit, de egyetemi óráimon már ilyen órát nem tudok tartani magunk, nekem is egy nagy sikerélmény, mert általában az van, hogy én beszélek, ők meg nézik a telefonjukat, vagy éppen valószínűleg kommunikálnak, és írják SMS-t, na most milyen hülyeséget mond a csehkét, most nem jön a sokat, ugye. Vagy éppen ellenkezik, na most figyelj oda, na most valami jót mond. De olyan, hogy csak így engem nézzenek, és ne a mobiltelefonjukat nézzenek, ez teljesen jó dolog. Mert ma már ugye ez a telefon, ez nem telefon, nem arra szolgál, amit annak idején a Puskás Tivadar ezt kitalálta, hanem arra szolgál, hogy tartalmakat produkáljunk és tartalmakat közöljünk képbe, hangban, mindenfajta műanyagban. Tehát egy internetes hálózatnak vagyunk a részei, és úgy lehetünk kapcsolatban valakivel, sok életében nem látjuk. És ennek őrült veszélye vannak, és ez csak úgy széljezetén mondom, hogy jelenleg szerintem a legnagyobb kihívás a gyerekeinkkel kapcsolatban, a gyerekünk nevelésével kapcsolatban, felkészíteni a gyerekeket, hogy hogyan éljenek ebben a virtuális világban. Mert ebben a világban, amiben élünk, ebben a fizikai testek vannak, ebben se könnyű lenni. Itt is rengeteg a félrenyúlási lehetőség. De azért vannak pontok, hogy vissza tudom csatolni a másiknak, amit mond az igaz, vagy nem igaz. Egy ponton túl azért kiderül. De a virtuális világban nem derül. Én ma néztem az interneten, hogy borzasztó visszaélések vannak. Kiadják magukat emberek egészen másoknak, öreg emberek, öreg férfiak, fiatal kislányoknak, akik begyűjtik a messzen képeiket, majd utána elcsábítják őket. Tehát ez a virtuális világ, ez őrítő. Ilyen értelemben véve a kapcsolatok a szervezése szempontjából, és hogyha erre nem tanítjuk meg a gyerekeket, hogy ebben a virtuális világban hogyan navigálják magukat, akkor rosszabbul járnak, hogy behatjuk őket a jelenségi csúnyába. A kapcsolatoknak a gicsé válása, gicsesülése, ugye az bizonyos értelemben véve egy nosztalgia reakció a modernitásra. Ugye a modernitásban mondtam, hogy bizonytalan válik a férfi szerepe, megnő a nukleáris család, magányossá válnak az emberek, cserkésznek, partizánok, és ilyenkor óvatatlanul elkezdődik az idealizáció, elkezdődik a keresés, aminek persze semmi köze a valósághoz, de ez egy vágyvilág. Van kis Elemér, aki ugye a mi üzletünk szempontjából egy teljesen emblematikus figura, utolsó nagyhatású előadását itt tartott a Kőszegen, és én elég szerencsés vagyok ahhoz, hogy még egyetemista koromban tanítványa lehettem, persze őt soha nem engedték tanítani formálisan, de a Pannonia filmstúdióban volt neki egy fantasztikus műhelye, ahol rajzfilmeket mutatott be, és a rajzfilmeket keresztül tanított bennünket élethelyzetekre. És egyszer volt neki egy szeminárium a Gicsről, slágerekről, ez meg is jelent szintben a Népdalról abszolút drámái című cikkében, és a Gicset elemezte, a slágereket elemezte, mint a Gicsember és a Gics kapcsolatnak a műfaját. És hát ezt a három szereplőt találtam meg, tehát viszonylag egyszerű, tehát slágereket az, hogy könnyebben tudnék írni, mint drámákat, mert mondom, ezt a háromat kell, és maguk is tudhatnak írni, mert mindössze három szereplő van, a legfejlettebb szereplője ennek a Gics világnak, az én. És az én az nem tesz másnak, vágyakozik, várakozik, val, szenved, nyugtalankodik, sír, felejt, vagy nem felejt, fél, hazudik, megtébolyozik, csalódik, mereng, bolyom, bűnét bánja. Tehát ilyen értelemben ez az énnek a világa, és akkor az énnel szemben, vagy énnel együtt van a te, aki tulajdonképpen mind a szenvedéseinek, mind a örömeinek az oka. A te az viszonylag nem kevésbé differenciál. Tudjuk, hogy van haja, van szeme, mert azon keresztül néz bennünket, van ajka, amit megcsokolhatunk, van keze, amit megragadhatunk, van láb, amelyen elszalad előbbünk, és van természetesen szíve, amely értünk dobog. És akkor ugye a konfliktus akkor van a ő, és az ő az elragadja a tett. És akkor az én az elkezdhet szenved, és akkor mindez egy olyan között játszódik, nem egy ilyen az árt helyen, mint valós vagyunk, ez nem egy sláger hely, ami a stucz, hanem kell, hogy süsön a nap, fújjon a szél, vannak az ég, az égen fújnak a felhők, fújnak a szelek, van szárnya, vagy csillagok, természetesen tűz, láng, parázs, völgy, eső, sugár, világ, kertünk. Ő ezt tartalmelemzés alapján hozta össze
ezeket a visszakezőit a gics kapcsolatnak, a slágerekből kifolyólag, és ez bizonyos értelme véve, hogy mondjam, mutatja, hogy a populáris kultúrában az a hagyomány, ami a kapcsolatoknak ugye az ábrázolását jelentette korábban, az hogyan vált egyszerűvé, de ugyanakkor hát népszerűvé is. És szerintem mind a mai napig egy ilyen slágerhíró szoftver, amely szoftverek csinálják, népszerűségre eszíti el. Na most ami magát, ami a kapcsolatot illeti, a működést illeti, és akkor már rátérünk majd a játszmákra, amelyet ugye Szilárd bejelentett, hogy az a fogjuk végezni. Hát ezekből a dimenziókból áll össze a végül is egy kapcsolatnak a vizsgálhatósága. Ugye logikus, hogy ha nem a virtuális világról beszélünk, akkor a test az egy alapvető feltétel. De a test az két részből áll, mert van az a test, ugye, ami nudista strandokon látható, de hát többnyire nem járunk nudista strandra, hanem fölöltözve vagyunk egymás társaságában, és ez a társadalmi test. Tehát a felöltöztetett test, az a társadalmi test, amely ha csak nem játsszuk meg magunkat, és a szélhámosok persze ezt tökéletesen tudják, az elárul olyan dolgokat, amiket a test önmagában nem feltétlenül árul el. Elárulja, hogy milyen társadalmi osztályhoz tartozunk, mi a vallásunk, mi az etnikumunk. Tehát ilyen értelemben kategorizál bennünket. És ez a kategorizáció azért nagyon fontos, mert akkor, amikor ugye szerelmről beszélek, arról beszélek, hogy valaki nekem megtetszik, akkor nem csak azért van Róma és Júlia esetében, és nem csak az volt, hogy Róma megteszett Júliának, és Júlia megszerette Róma volt, hanem hát azonos társadalmi osztályba tartozta. Másképp is az egyik mondta, hogy ott más a kapulet volt, de mégis nagyjából azonos társadalmi osztályba voltak, és a házasság statisztikák azt mutatják, hogy eléggé nagy a hasonlóság ilyen szempontból. Tehát azonos társadalmi osztályból, hogy a Móricz még van, hogy mondta, Subához, és az egy rendkívül dolog, de az is van, amikor azt vonzó, hogy egy másik, hogy egy ellentétes. Tehát, hogy a magas társadalmi osztály, ugye a Lénik Csetelli, annak tetszik a kertész, de azért általában a Lénik Csetellinek való a Csetelli szokott tetszeni, és a kertésznek meg a másik kertész lánya. Akkor a harmadik dolog a személyiség, ami bennünk van, és amit felkínálunk a lelki piacon. De a személyiségnek is van egy társadalmi vetülete, az értékek, az attitűdök, a nézetek, amiket ugye megtanulunk. A személyiségünket nem tanuljuk meg, mert vagy mazonisták vagyunk, vagy szadisták vagyunk, ezt nem tanuljuk, ez benne van a génjénkben. Vagy dirigálunk, vagy inkább alávetjük magunkat. Akkor van a viselkedés, ami a konkrét tevékenységet jelenti, és hát van a sors, amely a legérdekesebb dimenzió, mert ugye hát nem a semmiből jövünk, erre utaltam, hogy időben élünk, születéstől a halálig, és azért az ismerkedésnek a pillanata a sok szempontból számvetésre ad lehetőséget, és elmondjuk, hogy mi kik vagyunk, és meghallgatjuk a másokat, hogy ő ki. És persze ez nem azt jelenti, hogy filológiai hitelességgel elmondjuk azt, hogy saját magunkat. Én is most elmondtam saját magam a bizonyos dolgokat, de nyilván a teljes igazságot mondtam el. Lehet, hogy nem is tudom magammal a teljes igazságot, mint hogy senki nem tudja, hanem egy verzióját az igazságnak. És ez a verzió, amit saját magunk szempontjából igaznak érzünk és elmondunk magunkról, ez aztán ez sors. És a sors hasonlóság az egy nagyon fontos kötőanyag tud lenni két ember között. Mert tulajdonképpen arról van szó, hogy amikor egy kapcsolat keletkezik, akkor bekövetkezik az összeillés, mint amikor a kulcs megtalálja a megfelelő zárat, vagy a zár a megfelelő kulcsot. De itt nem arról van szó, hogy a testhez kell, hogy passzoljon, a társadalmi testhez, mondjuk az is passzolhat, hanem az kell, hogy valamilyen dimenzióban azért érzékenyek legyünk a másikra. De nem feltétlenül ugyanabban a dimenzióban. Ez egy elég fontos dolog. És persze annál erősebb lesz a kötés, minél több dimenzióban passzolunk egymáshoz. De elég, hogyha az A személynek tetszik a B személy teste, és a B személynek tetszik mondjuk a másiknak a személyisége. Akkor már elindulhat valami, és ha elindult, akkor beindul a maga az, amit kapcsolatnak nevezünk, és ez elég technikai módon lehet leírni, egy ilyen folyamat modellel. Ugye a kezdő, a nulla pont az a megismerkedés.
az a bizonyos első benyomás, amire utaltam, és már figyelmeztettem önöket, hogy ne ugorjon, ne legyenek áldozatai, ne álljanak áldozatai az első benyomásnak. De nagyon nehéz ezt megkerülni, mert az ember nem vak, és ugye hát bizonyos szempontból nem tudja kivonni magát a szépség hatalmára. De mi az, hogy szép? Umberto Eco-nak van két vaskos könyve, hogy a szépségről, meg a csúnyaságról. És mindkét könyvben arról van szó, hogy tulajdonképpen ezek nem részletes kategóriák, hanem kortól függőek. Úgy mondtam, hogy mások az ókorban a szépség, más a középkorban, más a reneszánsban, és így tovább. Tehát minden kornak megvan a szépség ideája. Most is megvan nyilván a mikorunknak is megvan a maga a szépség ideája. De az érdekes az, hogy a kutatások szerint, ami igazán szembetűnő és igazán vonzó, az a csonka szépség, ez a bizonyos sex appeal. Tehát akkor figyelünk fel a másikra, és tartjuk igazán izgalmasnak, hogyha elüt az ideától. Nem komplet módon, tehát mondjuk a szem az nagyon fontos alkotó eleme ugye a szépségnek. Most, hogyha valaki mondjuk, mint Kutuzov fél vak, és egy hatalmas fekete kötés van rajta, az már túlságosan elüt az ideától. De ha mondjuk valaki érdekesen kacsint az egyik szemével, mind a két szemével, vagy olyan ködösen néz, például Marilyn Monroe, biztos emlékeznek rá, még filmen láttam, sajnos személyesen nem láttam, de őnek hipnotikus hatása volt a férfiakra, többek között Kennedyre is. Bár Kennedyt elég könnyű volt hipnotizálni. Állítólag azért volt, mert rövidlátó volt a Marilyn Monroe, de nem volt a szemüvege. És ettől a rejtélyes volt a nézés. Köszönöm, rejtélyes volt, soha nem látta, hogy kit meg kell fognia tulajdonképpen azt, hogy tudja, hogy kivel beszél, és ezt más félre lehetett értelmezni. Tehát ilyen értelemben ez a csonkaság az egy fontos dolog, mert a lélek az kipótolja azt, ami hiányzik a másikon. Csak nem lehet túl nagy, mondom, a differencia az ugyan és a tapasztalat valóság között. És amikor elindul ez a folyamat, a felfigyelés, az egymással való figyelés, akkor van egy ilyen sajátos ilyen kezdeményezés folytatásra, angolul milyen tőmenték, tehát hogy tulajdonképpen tesztelés, próbálkozás, ez biztos ismeri mindenki saját tapasztalatából, hogy nem egyszerre megy, mint egy várnak a megrohamozása, hanem kis próbálkozásokon keresztül jutunk el odáig, hogy végül is kialakul egy alkú, hogy akkor mi összefasszolunk egymáshoz. De ahhoz, hogy ez stabilizálódjon, ahhoz kellene konfliktusok, ez őrült fontos dolog. A konfliktusok ugyanis azok edzik meg magát a kapcsolatot. Tehát kezdetben egy kapcsolat kialakulásának alapfeltétele, hogy legyen konfliktus, mert a konfliktus megoldás az egy kohéziós tényező. Az egy gyanús dolog, hogyha nincsenek konfliktusok. Az elején akkor végén lesznek konfliktusok, és azok sokkal borzalmasabbak lesznek, mint amik az elején voltak. Akkor ugye eljutunk az intimitáshoz, az intimitás, ami a titoktalanodás. Ez a csúcsa. Ebben a térben jön létre, ebben az intim térben jön létre az idő élmény felfüggesztés, amiről beszéltem, és az többek között azért is jöhet föl, mert van egy egybeolvadás, és akkor legoldás, akkor tökéletes, hogy nincs titok. De itt megint van egy határ, amit nem érdemes túllépni, mert a túlságos titoktalanodás az meg az egyénységnek a feloldását és eltűnését jelenti. Akkor van az zajlás, és akkor hát előbb-utóbb ugye vagy beköltözik, vagy nem, de hát a kihűlés, amely annak lehetnek endogén okai, tehát magával kapcsolatból következhet, de többnyire azért következik be, mert valami alternatíva jelentkezik, valami többnyire előnyösebb alternatíva jelentkezik az egyik fél szemében, és ez válást jelent. És akkor utána van a bűnbakkeresés, ugye az ok, hogy ki mi volt az ok, és akkor van a kapcsolatoknak van utóélete, amik hát többnyire sok keserűséget intéznek magukra. Az intimitás, ugye, ami a csúcsa a kapcsolatnak, ez a titoktalanság. Nincs titok, nincs tiltás, nincs manipuláció. Ugye a titokra beszéltem, hogy azért nem ér, szóval bizonyos titkok természetesen helyes, hogy eltűnnek az intimitásban, de bizonyos titkok talán jobban megmaradnak, mert mondom, a titok az, ami végsősoron a saját individuális létünket meghatározza, de felületi taktikai titkok azok el kell tűnjenek az intimitásban. Na most akkor a hibák
és mindjárt most már eljutunk lassan a játszmákhoz, és ezáltal a mi folyamat modellünkbe eljutunk az előadás végéhez. A hibák, amiket a kapcsolat zajlása során elkövetünk, azok legalábbis az én tudásom szerint, hát ebben a listában foglalhatok össze, az egyik a szűk kommunikációs eszköztár. Ez alatt azt értem, hogy önmagunk bemutatásában talán nem vagyunk elég nagyvonalúak, vagy nem veszük eléggé figyelembe a másiknak a szempontjait. Akkor gyakoribb hiba, és ez már a kapcsolat kezdetétől kezdve előfordulhat, a projekció, amikor a vágyunkat összecseréljük a valósággal. Ez nagyon gyakori hiba. A vágyunkat összecseréljük, például szélhámosokat nem ismerünk föl, mert nem akarjuk felismerni, mert ugye mi szerint szoktunk dönteni? Azt szerint szoktunk dönteni, hogy valami mennyire valószínű, és hogy mennyire kívánatos. És valamikor a kívánatosság az túl erős bennünk. És valami kívánatos, bár nem valószínű, de mégis hiszünk, a vágyunknak hiszünk. És ennek következtében hát beleesünk egy csapdába, egy verembe, amiről nagyon nehéz aztán kiszabadulni. A kezdetén, ami tulajdonképpen kényszerpályára tudja állítani a kapcsolatot, az, amit úgynevezek, hogy elégtelen keresés. Szerintem sok ember van a világban, és valószínűleg alapon bátran számíthatunk arra, hogy van olyan ember, akinek tetszünk, és hogy mi is. Tehát a kölcsönség létrejön. De keresni kell. Tehát ez ugyan, mint az ember, érdekes módon ezt látom, magamon ugyan nem, mert nem szeretek piacra járni, de akik mi szeretnek vásárolni, azokat látom, hogy milyen égtelen gonddal vesznek mondjuk tojást, vagy húst, vagy csirkét. Ezerszer megpróbálják, visszamennek. Ugyanazok az emberek, akár férfiak, akár nők, viszont beleugranak egy kapcsolatba az, hogy könnyen, mivel teljesen ismeretlen emberrel. Tehát egy mosógépet azt tőlő hegyére megvizsgálnak, megtesztelnek, egy társat azt meg nem keresnek eleget. Tehát ki kell próbálni, és hosszú ideig kell keresni. És akkor van az önzés, az minden kapcsolatnak a mérge, a kihasználás, a túlterhelés, és hát sok esetben mondjuk az elégtelen keresésnek is az oka az, hogy a motiváció, ami végül is eldönti, hogy kit választunk, az inkább negatív. Tehát, hogy tudjuk azt, hogy honnan menekülünk. És a menekülésnek a motivációja az túlságosan erős, és ennek következtében elhamarkodottan az első lehetőséget felkaroljuk. Ugye a vonzalmaknak vannak különböző típusai, attól függ, hogy milyen összeülési típusokról beszélünk. Valamikor az erotika a döntő, valamikor a játékosság, valamikor a józanság, és hát valamikor a megszállottság, ez már ugye elvisz a patológiáig, elvisz a függésig, amiről beszéltem erről is. Hát ez inkább már a művészetnek a témaköre, ezek a vonzalom típusok. A lélektannak különböző magyarázó elméletei vannak a kapcsolatokra. Az egyik legelterjedtebb ez a csere elmélet, amely nagyon merkantil és nem igazán romantikus. Ez ugye azon alapszik, hogy addig marad fönn egy kapcsolat, amíg az nyereséges a felek számára. Vagy legalábbis a nyereség az meghaladja a költséget. Persze ezek a nyereség és költségszámítások, ezek képletesek, tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy ténylegesen anyag, arról is van szó persze, hogy a kapcsolat sokba kerül, ne legyen, nyilván valamilyen tudják, hogy nincs ingyen leves a házasságban, de a szerelemben pláne, de azért nagyon sok szimbolikus nyereség van, és nagyon sok szimbolikus költség van. Egészében véve a kapcsolat addig marad fönn, amíg ezek a akár szimbolikus, akár anyagi nyereségek meghaladják a költségeket. Mert kell egy egyenleget vonni. És akkor a bomlás az akkor várható, amikor vagy a kapcsolaton belül túlságosan költségessé válik a kapcsolat fenntartása, vagy pedig tulajdonképpen még fent lehet tartani, de jelentkezik egy előnyösebb alternatíva. Mondjuk egy fiatalabb nő jelentkezik, vagy egy gazdagabb férfi jelentkezik, és akkor sajnos az felborítja a kalkulust. Tehát ilyen értelme véve két
ok miatt szokott felvonulni a kapcsolat. Az abszolút összehasonlítási szint mentén, illetve az alternatívokat összehasonlító szint mentén. Ugye akkor vannak válások, amikor romlik a cserealány, vagy kielégítetlen a kereslet, új szükséglet jelenik meg, és hát fizetésképtelenség. Ez egy szomorú dolog erről beszélni, de valóban van úgy, hogy fizetésképtelenné válunk. Nem nézünk igazán szembe, de hát azáltal, hogy az élet egyre hosszabb, szerencsére ez jó hír, de az élet meghosszabbodása azt jelenti, hogy leromlunk testileg, leromlunk lelkileg, és ez egy fantasztikus teher tud lenni egy másik ember, az egyik ember számára, mondjuk demenciát kap, vagy Alzheimert kap, vagy valami hosszú krónikus betegséget kap. Nem egy egyszerű dilemma. Korábban ugye ez nem volt, mert akkor az élet megoldotta ezeket a problémákat, de most erre megint fel kellene tudni készülni. Mit teszünk egy fizetésképtelenné váló, már lelki értelemben fizetésképtelenné váló partnerrel? Volt egy kísérleti szerelem kutatás, amit nem akarok a részleteibe belemenni, mert inkább csak egy kuriózum, hogy mennyire nem tudunk szociálpszichológusként ezekkel a finomságokkal, a kapcsolatnak a finomságaival bánni, mert őrült nagy energiával létrehoztak egy ilyen kísérleti bált Amerikában, egy egyetemi kampuszon, nagyon nagy pénzért, botrány is lett belőle még a kongresszusban is, az egyik képviselő szóvá tette, hogy hogy lehet ilyen hülyeségnél sok pénzt elkölteni. Mert végül is ugye azt nézték, hogy milyen tényezők alapján szeretnek bele egymásba, illetve bele szeretnek, a kísérleti bálon a fiúk és a lányok. És ennek következtében álcázták bálnak a valóságos kísérletet. Mindenkit lekódoltak vonzerő szerint, de úgy, hogy az illetők persze nem tudtak, tehát ők nem tudták, hogy egy kísérletnek a részét veszik, egy bálon vesznek részt. De az eredmények azok kiábrándítóan közhelyesek voltak, valószínűleg előre is lehetett tudni az eredményt, mert az derült ki, hogy a minél vonzóbb valaki, annál népszerűbbnek mondja magát, különösen a lány, minél vonzóbb a kisebbi személy, annál vonzóbb személyre vágyott, tehát ezt mondom, előre is meg lehetett mondani, ez nem kellett a kísérlet. Minél vonzóbb a kisebbi személy, annál kevésbé valószínű, hogy véletlenszerűen kijelölt partnerét vonzónak tartotta. Tehát ugye ez egy egyetlen szabály, hogy ha vonzó valaki, tehát mondjuk szép, akkor nagyobb valószínűsége számít a szép partnerre, mint hogyha nem vonzó. Tehát a Pareto szabályt is érvényesül a javak egyenlő elhúzásáról. Akkor a kísérleti személyek saját vonzerőktől függetlenül a szép lányokat preferálták, tehát ez is egy abszolút közhelyes eredmény. És minél szebb a partner, annál inkább tetszik, és annál inkább akarnak vele találkozni. Függetlenül attól, hogy a partner tetszik-e vagy sem a személy maga. Egyébként ebből a 327 potenciális kapcsolatból mindössze 6 kapcsolat született. Nem volt túlságosan eredményes a bál. És akkor itt jutunk el a játszmákhoz, ami tulajdonképpen magának az előadásnak lett volna a fő témája. De a játszmák ugye csak akkor értetik meg, hogyha az előzményeket értetjük. Tehát ha létrejön a kapcsolat, és a kapcsolat jól működött, és a kapcsolat belépett az ajlás fázisában, és valamilyen oknál fogva nem következik be a válás, de bekövetkezik az elhidegülés. Bekövetkezik az, hogy együtt vannak, de lélekben már nincsenek együtt, nincs intimitás. Az időélménynek az a fölfüggesztése, amiről beszélek, az nincs. Tehát kihűl az interpersonális viszony, és helyette ilyen rituális együttélési formák lépnek be, ami azt jelenti, hogy van kommunikáció a felek között, de a kommunikáció a két nagy szintje, a viszony szint, tehát az érzelmi része a kommunikációnak, és a tartalmi szint az elvállított. Tartalmilag működőképes a kommunikáció, tehát ő azt mondja a játszma egyik részvevője a másiknak, hogy drágám, hozd be a levest, akkor az be fogja hozni a levest, és nem, még azért sem lesz a levesbe, mint a Tiszaduban volt, de olyan arccal fogja behozni ezt a levest, hogy legszívesebben hozzávágná az illető a feleségéhez, hogy nekem ne hozzál ilyen levest, hogy képzeled. Mert az érzelmei, amit a test kifejez, az nem a kedvesség és nem a szolgálatkészség, hanem az unott szolgálatkészség. Már megint levest akarsz, mindig csak azért, hogy de nem legyél, hogy te beálltasz, az ám éhesebb. Lehet, hogy a szeretnél teletetted volna a bennődet. Tehát ilyen értelemben véve a néma kommunikáció az,
az ellene fordul a felszíni kommunikációnak. És ez a játszmának a táptalaja. A Burnnek van egy könyve az emberi játszmákról, és ő tulajdonképpen úgy magyarázza ezeket a játszmákat, hogy amikor így felnőttként egymás között vagyunk, akár házasságban, akár házasságon kívül, akkor tulajdonképpen egyenrangúak vagyunk. Akkor nem vagyunk rákényszerülve erre a manipulatív helyzetre, hogy, mert lényegében a játszmának a lényege az, hogy aszimmetrikus helyzetet csinálok egy aszimmetrikus helyzetből, tehát alávetem a másikat, vagy igyekszem alávetni a másikat az akaratomnak, a másik ezzel nem persze tiltakozik, mert a másik meg azt akarja, hogy ő legyen a domináns fél. Van egy nagyon jó film, illetve darab ebben a témában, tulajdonképpen a Bern könyvének egy művészi változata, az Edward Elby írta a Nem félünk a farkastól. A Nem félünk a farkastól, amely két házaspárnak mutatja egyetlen éjszakáját, és mindkét házaspár a játszmáknak a rabjai, és ennek között nem jutnak el egymáshoz. És nincs igazi dráma benne, mert senki nem hal meg, de tulajdonképpen a lelkük az véget ér. A lelki élet véget ér a darabnak a végét. És a Burn azt mondja, hogy tulajdonképpen ez azáltal jön létre, hogy visszaesnek a felek a gyermekkori helyzetükbe. Tehát a felnőttséget elveszik. Ez egy fontos dolog, mert más patológiák kapcsán is felfigyeltem arra, hogy akkor élnek az emberek igazán patológiás életet, amikor a felnőtt emberek. Amikor felnőtt emberek, de bennük van a gyerek. Nem nő, tehát ők felnőnek, tehát úgy néznek ki maguk, teljesen rendben van, testileg a dolog, de amit nem látnak, hogy van benne egy 6 éves gyerek, egy 6 éves kislány, egy 6 éves fiú, és az már nem fog nőni. Tehát az érdekes az, hogy amíg a gyerek, úgy reménykedünk, hogy csak nem lesz egy kicsi, és valóban előbb, hogy egy gyerek megnő. De nem látunk bele. És ha rosszul neveljük a gyereket, hogyha például játszma környezetben nő fel, akkor ő játékosnak fog tanulni. És nem fog felnőni, és gyerekként marad meg, és amikor majd arra kerül a sor, hogy párt talál magának, vagy őt találják párnak, akkor már a hibás viselkedési kód benne lesz. És ennek a hibás viselkedési kódnak mondom a lényege az, hogy gyerekként cselekszünk, gyerekként érzünk felnőttesben, és ennek következtében a másikat nem partnernek, a szülőnek tekintjük. És a szülő a másikat, a szülő szerepben lévő személy, az a másikat megint csak nem partner gyereknek tekintik. És valamikor ebbe belemikszanak, valamikor nem, harcba vannak, de mindenképpen van egy ilyen aszinkron, tehát az általuk felvett szerep és a valóság között. Minden esetben, mondja Bőr, és ezzel teljesen egyetértek, hogy a játszmáknak van egy ilyen, hát az önzés a lényege, mindegyik fél önző, mindegyik fél nyerni akar. De azt nagyon jól tudjuk egyéb szociális kísérletekből, hogy olyan helyzetekben, ahol mindegyik fél nyerni akar, mind a kettő veszik. Tehát a kooperatív megoldásoknak van igazán lételeme, de itt a kooperatív megoldásoknak esélyük sincsen. Esélyük sincsen, mert az a paradoxon van a játszma helyzetben, hogy ha a között lehet választani, hogy mind a ketten nyerjünk, de a másik mondjuk többet nyer, mint én, vagy pedig a között lehet választani, hogy mind a ketten veszítsünk, akkor mind a ketten veszítsünk. Nehogy a másik véletlenül többet nyerjen, mint én. Akkor inkább veszítsünk mind a ketten. Tehát kölcsönös vereség a következmény. De mindezt elfedi a kapcsolatnak, mondom, ez a fajta ritualizáltsága. És kitölti az időt, de nem belsőleg tartalmilag tölti ki az időt, mint ahogy az intimitás esetében, mint elfüggeszt az időjelmény, hanem egyszerűen csak a passziánszt játszunk, hogy elmúlik. Az idő persze elmúlik, az idő, nem az idő múlik, hanem mi magunk múlik el az időben. De ilyen értelemben véve ez egy álmegoldás a konfliktusnak, mert nincs mögötte szembenézés a voltaképpeni problémával, és valószínűleg csak egy külső nézőpont tudná ezt a fajta szembenézést biztosítani. Ezért mondja a Burn, hogy a játszmák alapvetően tisztességtelenek, kimenetelünk nem csupán izgalmas, de drámai jellegű is lehet. A játszma általában a szülő és a gyermek állapot között játszódik le. Tehát mondom, a két egyenrangú felnőtt helyett az egyik felnőtt a szülő lesz, a másik a gyermek lesz, anélkül, hogy ennek ők természetesen ilyen nyilvánvaló módon
tudatában lenni. Vannak ilyen egész szériája, vagy ilyen kis mini drámái, mini forgatókönyvei a játszmának. A kedvencem a fáj a fejem, ezt nem én találtam ki, volt nekem egy mentorom, egy pszichiáter, úgyhogy Gorsuk Dénes, ő tanított meg erre. Nem a játék játszására, csak a pácienseken keresztül. Amíg azt magyarázta nekem, hogy a fáj a fejem játék, és most nem akarom magad kiképezni, Isten rűsz, hazamegyenek és utána elkezdik játszani, bár nagyon hatékony, azt mondanám, mert abszolút frusztrálja a párunkat. Mert bemegyünk, belépünk a lakásba, és elég, hogy csak egy bimasz ránk, és meg kell, mi bajod van, azt mondja, fáj a fejem. És a fáj a fejemben ugye mi van? Egyrészt nem lehet ellenőrizni, az nincs semmifajta jelen. A másik dolog, hogy azonnal a másik azt fogja hinni, pláne, hogyha úgy nézünk rá, hogy miatta fáj a fejem. Tehát bűntudatot kell tudni. És addig nem fog elmúlni a fejfájásunk, amíg ő valami nem a fejre áll, vagy nem bármit követelhetünk tőle, mondom, mert nincs objektív mérce a fejfájásnak az elmúlására. És a harmadik dolog, ami nagyon fontos, és ezért szerintem zseniális játszma, mert ez egy ilyen előkelő betegség. Ugye a fej az onnan van minden, az a lényeg. Ha valaki azt mondja, hogy fáj az aranyerem, azzal nem tudna működni, mert az nem egy előkelő betegség. Ezt inkább titkolni szeretjük. A fáj a fej az egy elegáns, úri betegség, királyoknak fáj a fejük. Tehát ilyen szemben nagyon működik a dolog. Egy agresszív, egy fölteles agresszív játszma. Akkor a másik a megint iszol. A megint iszol ugye az egy nagyon fontos játszma, mert az alkoholizmus sajnálatos módon nem ritka. Nem csak a magyar, nem más társadalmakban sem. És egy játszma témává tud válni, játszma szervező elemé tud válni. És ráadásul úgy, hogy többnyire elvárják az alkoholista féltől, vagy alkoholista feleségtől, a másik elvárja azt, hogy igyon. Tehát amikor rászól, hogy megint iszol, akkor abban tulajdonképpen egy felszólítás van, hogy így áll csak még. Minél többet iszik, ugye annál jobban szemre lehet hányni neki, annál inkább bele lehet őt hajszolni abba a bűnös szerepbe, hogy ő iszik. Tehát ilyen értelme véve ez egy nagyon veszedelmes játszma típus, ami idővel elpusztítja természetesen az illetőt, az alkoholizmusból nagyon nehéz érve kiszabadulni. Akkor nem teszed meg, pedig megtehetnéd. Ez is egy zseniális dolog, mert ugye a negatívumot nagyon nehéz megszáfolni. Tehát nem viszel el moziba, pedig elmehetnél velem moziba. Közben nem is akarok moziba menni. Tehát miért nem mondjam, kérdője van olyan dologért, amiről nem tehet, de ennek következik, majd most fogja furdani a lelkismeret, hogy miért nem tette meg. Akkor ez is egy nagyon gyakori játszma, mi lenne veled nélkülem. Ugye ez egy tipikus szülő dolog, amikor a gyerekünket rossz irányba akarjuk befolyásolni, a gyerekünket kiszolgáltatottságban akarjuk tartani, és akkor mondjuk, mi lenne veled nélkülem. Igen, semmi nem lenne. De ez egy működő dolog. És akkor van ez ez a saját játszma, nem velem szokták játszani, hogy keresek valamit, ez a más is így van, és akkor ahelyett, hogy megmutatnám, hogy ott van, akkor azt mondja, ahova tetted. Tudnám, hogy hova tettem, akkor nem kérdezem meg, hogy hol a cipő. És ezt el lehet játszani, ahány tárgyam csak van, a füzetemtől kezdve egészen lepopodik. És ezzel tulajdonképpen létre lehet hozni egy ilyen abszolút kiszolgáltatott gyereket, aki ugye képtelen még arra is, hogy felhozza a saját magányát. Hát és az utolsó dolog, hogy néhány forgatókönyvet tudnék mondani, hogy Börtől vettem, ez az előző inkább saját gyűjtés volt, az alkoholista, ugye ez a ennek a játszmának a része, ez a megint iszol, aki törődésre vágyik, akarja hallani mások véleményét saját magáról, és akkor érzi jól magát, ha a saját vagy valaki más szülőjénye megdorgálja. Ezt mondom, hogy nagyon veszedelmes játék. Ezt láttuk, több alkalommal voltunk ilyen terápiás tréningeken, ahol alkoholistákat próbáltak, vagy alkoholisták saját magukat próbálták kigyógyítani ebből a betegségből, és többnyire azt láttuk, hogy kell hozzá egy játszmatás, tehát kell egy feleség, aki nem alkoholista, de visszaél azzal, hogy a férje alkoholista, és a feleségnek az apja például alkoholista. És akkor ilyen értelme végül az, amit ő az apjával annyi ide eljátszadozott, azt most eljátsza a saját párjával. Tehát ez egy egészen veszedelmes
ilyen szemben a kapcsolatok mentén járványszerűen terjedő játszmatikus. Az adós, aki úgy ad célt az életének, hogy adósságot halmoz fel, melyet aztán törlesz, majd amikor azokon túl van, elzálló kifizetve, gyermekek kitanította, az élete céltanná válik. Tehát tulajdonképpen abban érdekelt, hogy fennmaradjon ez a hiányállapot. Akkor most rajta csíptelek, a típus, aki egy adott szituációban az összes addig felgyűlölt ilyen irányú haragját kiadja magából, amikor a néni agrili tükében nem adják át neki a helyet a buszon, ami szerintem megéleti, a legfiatalabbakat elkezdi szapulni, és nagyon elkúzott következtetéseket levonni ebből a majd ettől megkönnyebbül, és jobban nézi magát. A dolog lényege, hogy a játszmák révén manipuláljuk egymást, és hozunk létre a csapdát, tehát itt megint a hangkis elemére hivatkozni, tehát egy abszolút alapvető kifejezésre volt a társadalmi csapda, és a játszmák feltétlenül a társadalmi csapda, amelyet otthon állítunk fel egymásnak, nem az egérnek állítjuk fel, hanem férjek alatt állítják fel, feleségek és feleségek férjeknek, illetve szülők gyerekeknek. És hogyha ebből nem tudunk kiszabadulni, akkor a fő veszély az, hogy tönkreteszünk a saját életünket velük, általuk, és tulajdonképpen tönkreteszünk a következő nemzedék életét is. És azt hiszem, hogy ilyen előadás az kevés, nem tudunk megszabadulni ilyen adások hatására, hanem amikor ilyen csapda helyzeteket tapasztalunk, amikor játszmákba bonyolódunk, akkor szerintem egyetlen megoldás nem pszichológushoz kell fordulni, és azt hiszem tud segíteni. De mi hazon bároként önmagunkat nem tudjuk kiúzni a játszmáknak a családról. Hát köszönöm a figyelmet, nem tudom, hogy az időjelményünk most milyen. Visszagondolóan úgy érzik, hogy rövid volt, vagy hosszú volt. De hát ennyit tudtam most ezen az estén elmondani.